Nagy tisztelettel köszöntöm a Liszom Televízió kedves nézőit, innen a Lánka úti Eszterházi Csarnóból, ahol egy történelmi mérkőzés kezdődik pillanatokon belül. Történelmi, hiszen az Eszterházi KFC Globosis női kézilabda csapata először jutott fel a legjobbak közé, magyarul a magyar első osztályba, az NB1-be. Ahhoz egyetlen egy dologra van szükség a mai napon, nem szabad kikapni a Vasastól. Ez elárultam azt is, hogy az angyalföldi együttes lesz a mai napon a miénk ellenfele. Egyébként is a forduló rangadójáról beszéltünk, hiszen az első Eszterházi KFC Globosis a harmadik Vasast látja vendégül, bocsánat, kicsit már elcsuklott a hangom itt az izgalom mentén. És hát, hogy ilyen megsérült is állunk, erről majd egy picit később, most gyorsan bemutatnám a főszereplőket, kezdjük a vendég Vasassal. Kettessel Tótorsia, 92-es Krizsán Alexandra, 15-ös Bakülit, 14-essel Fekete Bozsana, 23-as Rédli Andrea, 11-es Bognár Zsuzsanna, 13-as Egeres Zsuzsanna, 26-ossal Tarjányi Szilvia, 9-es Komsa Klaudia, 7-es Ködmön Krisztina, 16-os Putz Klaudia, 12-es Brunner Zsanett, 1-essel Cincis Alexandra, 18-assal Komsa Nikolett és 17-essel Forgács Simonetta. A vendégek edzel Varga Márta. A miénk fehér mezben, fekete nadrágban, 16-ossal a kapuban, Fekete Dorina 20-assal, Rankai Regina 3-assal, Őri Anna Mária, 4-es Gyimesi Kitti, 5-ös Gaskovárék, 6-os Balázs Nikoletta, 7-es Molnár Nikolett, 8-as Bárkai Bianca, 10-essel László Barbara, 11-essel Hársadél, 21-essel Király Ramona, 28-as Pados Mónika, 33-assal Puskár Kitti és 88-assal Kovács Viktória, amilyen kedző Hegedűs Tibor, és a két játékvezető pedig Medve Róbert és Nagy Egy László sporttársak. Hát előjáróban ennyit, ezek a legfontosabb információk, illetve talán még annyi, hogy gyakorlatilag telt ház itt az Eszterházi csarnokban. Fölöttünk lévő karzat is gyakorlatilag teljesen megtelt, mint ahogyan ez a nézőtér rész, ahol itt most elhelyezkedünk, mint a földszinten a játéktér mellett, és hát a szemközti karzaton is vannak azért már emberek, ami azt jelenti, hogy erre az oldalon már tényleg gyakorlatilag egy-egy hely van csak. Hogy miért lehet ez a mai mérkőzés bajnokavató? Hát meg kell említenem azt, hogy a tegnapi napon, tehát szombaton rendezték a Nyíradony-Kecskemét mérkőzést, országos egyes, tehát nem is nagyon lehet volna másra tenni. Mégis kikapott a Nyíradony 7 góllal. A rossz nyelvek bundáról beszélnek, hát ez nem a mi dolgunk, viszont az, hogy a Nyíradony kikapott, a mai mérkőzésen egyetlen egy pont is elég lenne ahhoz, hogy bajnoki címet ünnepelhessen az Egri Főiskolás női kézilabda csapata. Na nézzük akkor a mérkőzést, Rankai kezd nálunk a kapuban. Kovács Viktória balszélső, László Barbi lesz az irányító, Király Ramona kezd beállóban. 11-essel Hárs a jobb szélen, Molnár Niki is a sérülés ellenére itt van, és akkor még egy ember, Pados Mónika hiányzik a kezdőnkből, így is van. Ez tehát a miénk kezdője, Pados, Molnár Niki, és belemenés. Neked is Tiborral beszélgettem körülbelül egy órával a mérkőzés kezdete előtt, és azt kérdeztem tőle, hogy hogy állunk most, hiszen ugye sérülések tizedelik folyamatosan a csapatot, és hátráltatják a munkát. László és Bakürit, komoly harca, Bakürit egyébként az előző szezonban még itt Egerben, hazai pályán kéző labdázhatott. Erről majd talán a későbbiekben, erről a mond érdekes visszatérésről. Na hát Egedűs Tibor szavaira visszatérve azt mondta a mester, hogy ugye két beállósunk már ebben a szezonban nem játszott, Benedek Rékáról és Forgács Juditról van szó, akik egyébként itt mellettem foglalnak helyet a nézőtéren, illetve Sárdi Alexandra ugye az állandó sérült. Rajtuk kívül itt az első Rankai védés, viszont oldalt megy ki, jön a Vasas. Tehát a két vagy három sérülten kívül Molnár Niki szenvedett egy új sérülést, szerencsére nem a lövő kezéről van szó, így láthatjuk, láthatják kedves nézőink, és ugye a kezdőcsapatban kapott helyet. Gyimesi Kittinek még nincs rendben a térde, és László Barbarának sincs teljesen jó állapotban a lába, de hát ő is itt van a kezdőben. És itt a mérkőzés első gólja, Rédli Alexandra ennek a szerzője, 1-0 Vasasnak. Molnár, Pados, László, majd Hársadél. Itt vannak a főiskolások, a főiskolás kemény mag, a dobot és a
tapsot, meg majd természetesen a bíztatást is, buzdítás, hangos szavakat is tőlük hallhatjuk elsősorban. Remélhetőleg belehajszolják a mieinket majd egy győzelembe, vagy legalább egy pontszerzésbe, hiszen én azért azt mondom, hogy itt az ismert nehézségek tudatában azért azt kell mondjam előre, attól függ, hogy nyerni szeretnénk természetesen. Jó lenne az az egy pont is, hiszen azzal bajnokok lennénk, nem kellene tovább számolgatni, matematikailag sem érhetne már minket utol, sem a második Nyíradon, sem pedig a harmadik Vasas. Egy rossz lövés vendég részről, így megint támadhatunk László, Barbara, Molnár, Hársnak, nem volt olyan jó a labda, hogy be tudjon menni a kapura. Molnádiki gól! Itt a találkozó első Egri gólja, Molnár Nikolett a szerzője, a negyedik percig kellett rá várni. Itt pedig egy szabálytalanság bent középen, Bakürittal szemben megint. Az előbb azt mondtam, hogy ugye nem ismeretlen Bakürit számára az Esterházy csarnok, sőt, gyakorlatilag hát azt is el kell mondani, hogy Bakürit a szemközt a csarnokkal szemben lévő kollégiumban lakik, tehát azért nem szakadt el teljesen az Egri főiskolától, azonban a nyártól már a fővárosi együttest erősíti Bakürit. Itt tehát ilyen szempontból pikáns ez a párharc vele szemben. Egyébként a két együttes őszi mérkőzésén is játszott már a Vasas erőssége, most már úgy kell mondanunk. Molnár indítja Hársadélt, Hárs, és ott a második Egri gól. Vezetünk. Egyébként, ha már az őszi meccs is szóba jött, tehát a szezon talán egyik leső, tehát ha nem a legjobb mérkőzését játszotta, akkor az Esterházy KFC Globosi csapata egy decemberi mérkőzés volt az, a Fáj utcai ütött kopott csarnokban, és hát 35-26-ra sikerült elpáholni a házigazda angyalföldi alakulatot szenzációs játékkal. Kedves nézőink emlékezhetnek, hiszen a Licam Televízió elkísérte arra a túrára a lányokat, és a képernyőkön keresztül is Egerből is meg lehetett tekinteni azt a 9 gólos győzelmet. Ha nem is annyira nagyszerű játékra, de azért jó produkcióra lesz szükség ma is, ahhoz, hogy meglegyen ez a bajnoki cím, hiszen olyan sokat tettek már a lányok azért, hogy sikerüljön bezsebelni ezt az aranyérmet. Hát majd meglátjuk. Nézzük tovább a mérkőzést, támadnak a vendégek. Nem volt jó a bejátszás, nem tudta bezsebelni, lefülelni a labdát a 26-os számú Tarjányi Szilvia. László, Pados, elmehetünk kettővel. Molnár egyedül, és Molnár Niki lő gólt. 3-1. Jól van. A Vasas vezetett, viszont azt kell mondani, jól kezdődik ez a mérkőzés, hiszen 2 góllal egyből el tudunk lógni a találkozó 6. percében. Jól van, lányok, gyerünk itt tovább. Krizsán, Bak. Rédli, Krizsán megint, majd Baküdit. Egyébként hát nem szerencsés talán női sportolók esetében azt nyilatkozni, hogy nagy darab lányokról beszélünk, mert nem erről van szó, de azért mégis a Vasas játékosai, jól megtermett játékosok. László! Itt a negyedik Egri gól! Egyelőre szárnyalnak az egriek, és hát ez egy nagyszerű hozzáállás, úgy gondolom, a mai mérkőzés elején ahhoz, hogy meglegyen, behúzzuk a bajnoki címet. 4-1, László első gólja, de a negyedik Egri találat. És hát lehet, hogy nem voltunk még ilyen sokan ebben a szezonban itt a csarnokban. Viszont Varga Márta, a Vasas edzője, rögtön időt kérít a találkozó elején, nehogy elszaladjon a házigazda, gondolja úgy. Hát mi csak azt tudjuk mondani, inkább szaladjon el, persze. Legyen egy sima, könnyed meccs, és akkor aztán tényleg önfeleten tudunk majd a második félidőben, sőt a találkozó végén is ünnepelni. Mert az igazsághoz hozzá tartozik, hogyha a mai napon sikerülne megszerezni a bajnoki címet, akkor óriási nagy ünneplésre nem kerülne sor, hiszen hétfőn hajnalban, amikor kedves nézőink látják ezt a találkozót, akkor ugyebár már múlt időben kell beszélni, de hát hétfőn hajnalban elindulnak a lányok azt hiszem Szegedre, ahol a MEFOB 4-es döntőjét rendezik, a Magyar Egyetem és Főiskolás Országos Bajnokság 4-es döntőjét kézilabdában, ahol szintén érdekeltek a mieink. És hát, hogyha mai napon megvan a bajnoki cím, akkor már csak a hajnali indulás, illetve a MEFOB elkötelezettségek miatt sem lehetséges az önfelett bulizás. Én azért úgy gondolom, hogyha összejön a mai napon a bajnoki cím, azért meg lesz az ünnepelve. De hát egyelőre még ne beszéljünk erről,
figyeljük a mérkőzést, és szurkoljunk a lányoknak továbbra, és eddig nagyszerű, amit látunk, valamivel több mint 6 perc után egyetlen egy gólt kaptunk, és 4-et lőttünk. Elesik ott a Vasas játékosa, Rédli, Bak, talán passzív, most már lassan lőnie kell majd a Vasasnak, Bakrűdot jól fogja meg László, és ott nem tud bemenni a Vasas játékosa, de be tud menni. Bognár Zsuzsanna a gólszerző, a játékvezetők kivártak, megvárták, hogy mi lesz az akció vége, Vasas gól, itt pedig egy szabálytalanul elvégzett kezdő dobás, amit meg kell újra majd ismételni. Egyiket érdekessége ennek a párharcnak az is, hogy a két játékvezető, Medve Róbert és Nagyai László egy nappal a mostani mérkőzést megelőzően már vezetett meccset az Egernek, méghozzá Törökszent Miklós SBS Eger Eszterházi találkozót Törökszent Miklóson, ahol Iványi Bálint együttes a két góllal legyőzte a házigazdát. Éppen ezért ezen a hétvégén egyőre jó mennek bizonyul a Medve nagy játékvezető páros, mi viszont kapunk most egy 7 méterest, Pados Mónika végezheti el, és lőheti be! Pados első góljával 5-2, megint 3 gól az egri előny. Na jól van, lányok, Rédli, Krizsán, Bak, majd megint Krizsán. Kovács Viktória pedig labdát csend, ha pedig labdát szerez, akkor végig robog, és be is lövi, és be is lövi. 6-2, Kovács Viki nagyszerű labdaszerzése, és a remek támadás befejezése, közte 4, ennyi még nem volt. Tóth, Bak Judit, Krizsán, majd Rédli. Egyelőre nagyszerű a mentalitása az egri csapatnak, átrobogunk a Vasason. Nem nagyon van ellenszere a miénk ellen, itt viszont lehet, hogy lesz egy sárgalap. Jó. Megijedtem, hogy esetleg keményebb büntetés következik majd itt, de ha jól látom, Király Ramona kapott sárgalapot. És hol számoltam, akkor ez volt talán a harmadik sárgalap egri részről. Lehet, hogy csak a második, annyira most ezt nem figyeltem. Szerencsére a gólok számlálása, a hazai gólok számlálása jobban lekötötte a figyelmemet. Léport László pedig most hát olyan dolgot követel, amit sok férfi szurkoló itt, hiszen irigyel Molnár Nikinek a combját simogatja. Persze valójában nem erről van szó, úgy látom, hogy ott valami kis medve puszit kaphatott Niki, és valószínű valami krémet masszíroznak oda a bal comba. Nincs tehát szó arról, hogy Molnár Niki ne tudná folytatni a játékot, és ennyi kis kéz legyintése rátette Molnár Niki a Léport László masször derekára a kezdét, hogy köszi haver, ennyivel le is lett tudva. Ez az orvosi segítség, vagy a masszőri segítség, hiszen Léport László nem a csapat orvosa, hanem a csapat masszőre. 2 perc. Igen, Király Ramona az előbb kapott egy sárgát, most viszont egy 2 perces figyelmeztetést. És az igazat megvalva figyelnie kell majd Király Ramonának, hiszen az előbb említettem a mérkőzés elején, hogy két beállósunk sérült, Forgács Judit és Benedek Réka. Éppen ezért egyetlen eredetileg posztján lévő beállós Király Ramona a csapatban. Hegedűs Tibor a meccset megelőzően azt mondta, hogy van egy vész megoldás is, mégpedig Bárkai Bianca beállós poszton való szerepeltetése. Tehát, hogyha véletlenül valamiért kiválna Király Ramona, akkor Bárkai lenne a beállós. Viszont most egy újabb Vasas gólt szemlélhettünk meg. Bognár Zsuzsanna a harmadik vendég találat szerzője. Először, tehát mi játszunk a mérkőzésen ember hátrányban. 6-3-as egri vezetésnél Molnár. Hársel most be jobb lövőbe, de aztán megy is vissza a helyére, rossz passz. Ezekre figyeljünk, lányok, ne hozzuk fel a Vasast ilyen rossz passzokkal. És ha már egyébként itt a játékvezetés terén jó merről beszéltem, akkor talán azt is érdemes megjegyezni, hogy eddig a hétvégén az Eger-Vasas párharcot 100%-osan hozza az egri csapat, Eger városa fogalmaznak így, hiszen szombat kora délután, vagy hát délután rendezték a férfi vízilabda OB1-es bajnokság elődöntőjének első mérkőzését, a Tetefeger-Tevavasas mérkőzést, ahol 13-10-es egri győzelem született, ami azt jelenti, hogy hát kedves nézőink, mikor ezt a felvételt látják, már kiderül, hogy fiúk mit játszottak kedden a második meccsen. Mindenesetre most azt tudom csak mondani, hogy a Vasas legyőzése után egy győzelemre a bajnoki döntő. Itt, ha szabad így fogalmazni, egy pontra a bajnoki cím a mieinknek, a női kézilabdás csapatnak.
Hoppá, padost közben lerántja a földre Tarjányi Szilvia, aki jól megtermett játékos. Gyakorlatilag úgy válla alá, keze alá kapta most Pados Mónikát Tarjányi, mint hogyha egy gitárt kapott volna a kezébe legalábbis. Ez a testtartás, ez nagyon így nézett ki. László lövése nem volt jó, bele a blokkba, de már fütyült utána a játékvezető. Kiegészülünk, királyra volna ismét a pályán. Nincs passzív, most van passzív, lőni kell. Molnár most le Hársadélnak, aki belövi! Így a legjobb, hiszen kiegészültünk, sokáig tudtunk támadni, és a passzív játék pillanatában sikerült Hársadélnak a második gólját megszereznie. 7-3 ezzel. Na nézzük akkor, Krizsán. Egeresi. A vendégek egyik legjobb játékos egyébként még nem játszott. 14-es számmal Fekete Bozsana, aki kettős igazolással szerepel itt a Vasasnál, hiszen az NB1-es BSI csapatát is erősíti. És hát most már melegedett a padnál, pad mögött valószínű be fog állni hamarosan. Pados Mónika nagyszerűen így van, keményen, határozottan fogta meg Krizsánt. Na most figyeljünk, ne lehessen lőni, Rankai véd, nagyszerű bravúr! Marad a 7-3, a mérkőzés 12. percében járunk. Eddig nagyszerű, Pados egyedül! És csak szabad dobás. Csak szabad dobás volt, talán lehetett volna ezért 7 méterest is adni, viszont ápolni kell Pados Mónit, ami kellemetlen hír, és hát úgy látom, hogy a saját lábán fel tud kelni, jól van, szerencsére magától fel tudott állni, tehát nem volt olyan komoly a baj, azért nem lettem volna helyébe. Léport László egyből vissza is ül a kispadra. No hát akkor nézzük. Tovább a mérkőzés szabad dobással folytatott a találkozó, méghozzá Egri szabad dobással. A játékvezető kapott most tapsot, amiért bekötötte a cipőfűzőjét. László. Pados. Molnár. Oly, Padost a nyakánál fogva rántja le. Krizsán, ez egyértelmű, 2 perc. Ja, ne, bocsánat, Rédli Andrea, összekevertem. Két játékost. Nem is lehetett kért. Csak, bocsánat, csak sárgalap. Hát akkor ezt benéztem. Volt még sárga, de hát ettől függetlenül ez véleményem szerint megért volna egy 2 percet. Elég csúnya megmozdulást láthattunk Rédli Andrától. Nem tudunk tehát mi is egymás, pontosabban emberelőnyben játszani. Viszont itt van 14-esen most Fekete Bozsana, aki beállt a Vasasnál. Rá kell majd figyelni. László Barbara azért oda nyúlt egy picit, de azért gurult egy jó nagyot előre. A 13-as számú Egeresi Zsuzsanna. Egeresi. Ajaj, Tóth egyedül. Ranka is egyedül véd. És ennek mi örülünk, marad a 7-3. Megint fordulhatunk. Támadhatunk a közte 5-ért. Nem volt még csere a mieinknél. A Vasasnál értelemszerűen volt. Nagyszerű a bejátszás. Jön egy 7 méteres gyönyörű bejátszás volt. Király Ramona pedig nagyszerűen fordult be. És hát csak azért nem lehetett gól a támadás végén. Itt akkor úgy mondom, inkább az akció végén, szóval a támadásnak azáltal nincs vége, hogy most jön egy büntető. Mert Király Ramonát lerántották. Pados Mónika második büntetője következhet. Az elsőt belőtte. Meg lehet, tehát a 8. Egri gól. Na gyerünk, Mónika. Meg is van. Pados 2 gólnál, az Eger pedig 8-nál. 5 gólos a differencia, ennyi még nem volt. Tóth. Fekete. Most Rédli húz be. Fekete. Így van, Egeres itt jól fogja, Pados. Aztán még Pados megkérdezi Egeresitől, hogy hát jól vagy-e? Nyilván nem ezekkel a szavakkal, hiszen ott még a sipsza után is ment a kakaskodás. Már amennyire két nő esetében kakaskodásról beszélhetünk.
Egeresi. Nem jó a labda, viszont Rédi megfogja, és itt egy könnyű gól. Tarjányi Szilvia a gólszerző, 8-4. Azt hittük már, mindenki azt hitte talán, hogy megvan a labda, és most akkor cserélünk először. Mert úgy látom, Király Ramónának van valami baj a térdével, azzal kell valamit csinálni. És Bárkai Bianca jön most be beállóba. Pados. Molnár. Molnár kap egyet Rédlitől, aki nem mindig tiszta eszközökkel játszik. Molnár most Lászlónak, László is kap egy faltot, és nincs meg a labda. Pados Molnár vagy kiesett a kezébe, vagy csak szimplán rosszul adta, nem tudom. Az eredményen ez azonban nem változtat semmit, a Vasas hozhatja támadásba a játékszert. 8-4-es hazai vezetésnél. A félidő fele sincs már hátra, amikor 4 gólos hazai előnyt tudtunk elkönyvelni, és egyelőre a védelem az, amit megint lehet dicsérni, hiszen illetve Kovács Viktoriát, aki megint labdát sen. 3-3-ban jöhetünk, Molnár, Kovács, ott egy az egyben meg fogja próbálni, Kovács Viki, és belövi! Hát ez bravúros megoldás volt Kovács Viktoriától, aki másodjára talál Cincisz Alexandra hálójába. 9-4! Rédli, Tarjányi, figyeljünk Feketére. Feketére egyébként úgy látom, hogy nagyon figyelnek a mieink. De jó, hogy belefigyültek a játékvezetők, hiszen becsorgott az a labda. Valahogy Rankai Reginán keresztül, de szerencsére fügyszó már volt előtte, így nem érvényes a gól. Tehát mondhatnánk azt is, hogy az a gól, amit a játékvezető megad, tehát itt most nem beszéltünk arról. Tóth megint, és szépen megcsinálta a balszélső. Tóth Torsi első gólja. A balszélről csente befelé a távolságot, és próbálta magát lövőhelyzetbe hozni, a pedig odajutott, akkor be is lőtte. 9-5, Molnár. Pados. László Barbi, Molnár. Megint László. Volt középen egy szabálytalanság. László, Pados. Közben egyébként Király Ramona már visszajött jól megszokott helyére, és Pados Móni első akciógólja, tegyük hozzá, hiszen eddig 3 gólt lőtt az Egirek 28-as számú játékosa, abból pedig 2 hétméteresből született. 10-5. Visszaállak össze, 5 gólos különbség. Jól van, lányok. Fekete. Egeresi. Fekete lő. Rankai véd megint. Jól van. Kovács Viki megint előre sprintelt, de most nem kapta meg a labdát. Pontosabban nem jött az indítás. László. Molnár egyedül forogna be. Ott volt egy falt, így is van. Gyorsan próbáltuk most befejezni ezt a támadást. De nincs semmi probléma, hiszen továbbra is 5 góllal vezetünk. Miénk a labda, volt egy falt, lefújták a játékvezetők, és így ismét támadhatunk. 6-tal egyébként még nem vezettünk, teszem hozzá, gyorsan. Pados lő, és ott a negyedik gólja! 11-5. 6 gól különbsége, és először a mérkőzésen. A vendégek pedig kapust cserélnek. 12-esebb Brunner Zsanett jön. Itt pedig egy Vasas gól. Tizenegy-hat, hiszen volt egy Vasas gól, miközben még én is könyveltem logomat. Az Egri Béközé pedig mindenki szurkoljon, felkiáltással próbálja a többi helyszínen tartózkodó nézőt spanolni, buzdítani a szurkolásra. Pados Monika most nem tudom, mit akart, hiszen Király Ramona nem figyelt, és így Bakürit indulhat le. Bakürit, ő pedig belövi. Bakürit első gólja, ezen a meccsen volt csapata ellen.
Ezzel 4-re zárkózik a Vasas, az előbb 6 volt a különbség. Hegedűs Tibor pedig lehet, hogy most fog időt kérni. Ezt kedves nézők most nem látják, én igen, hogy Hegedűs mester felvette a T betűs zöld táblát, és most is eladjuk a labdát, véletlenül itt a támadás végén, a Vasas támadás befejezését követően időt fog majd kérni Hegedűs Tibor. Nincs baj, egyébként ezt hozzá kell tenni, hiszen 4 góllal mi vezetünk, kézben van a meccs, egyőre tényleg az történik a pályán, amit a miénk szeretnének, de véletlenül ki fogja használni hamarosan a időkérési lehetőségét. Hegedűs Tibor. Így meg pláne, hiszen újabb gólt lő a Vasas, és megint Tó torsolja a balszélről. 11-8, Hegedűs Tibor pedig időt kér. Igen, itt most kaptunk 3 gólt egymás után, így a 6 gólos előnyünk egyből megfeleződött. Kicsit egyébként, ahogy az egri bélközép az előbb buzdított a tömeget, hiszen szerencsére tömegről beszéltünk, mindenki szurkoljon, valóban jobb lenne, hogyha, vagy jó lenne, hogyha itt a többi néző is elkapná a ritmust, és minél hangosabban buzdítaná a lányokat. Egyébként itt, ha már a nézőszámról beszéltem, valóban sokan vagyunk, egy nézőtéri rész, aki ismeri a Lánka úti Eszterházi csarnokot, tudja jól, hogy van egy bizonyos szektorokra van osztva ez a lenti rész. Az egyik szektor az előtt foglalva úgynevezett VIP személyeknek, ugyanis a csapat főszponzora a Globosis Hungary Kft. Ügyvezeti a Benkó György a csapat szponzorait, illetve remélhetőleg leendőbeli szponzorait lecsábította erre a mai mérkőzésre, és ebben a lefoglalt szektorban ők foglalnak helyet. A főiskola vezetése egyetemben itt van dr. Hauser Zoltán rektor úr, dr. Kistolt Lajos rektor helyettes úr, akinek ugye szív ugye a női kézilabda csapat, és hát Honfi László, dr. Honfi László tanárő is, aki a Sportudományi Intézet igazgatója, de hát sorolhatnám még itt az illusztris személyeket, ebből is látszik, hogy milyen rangos eseményről van szó, és hát valóban egy történelmi eseményről, hiszen nem elég hangsúlyozni egyszer, nem elég kétszer sem, amennyiben a mai meccsen nem kapunk ki, akkor feljut a magyar első osztályba az Eszterházi KFC Globosis női kézilabda csapata. Előttünk azonban még 39,5 perc, és támadunk a 12. egri gólért, úgyhogy Gyimesi Kitti is a pályán jobb lövőben. Molnár, Molnárt gáncsolják, szegény Molnár Niki. Ajaj, remélem nem az a keze, ami fájt. Hát igen, Rédli Andrának már nagyon érett, hiszen nem tiszta eszközöket vetett be eddig a mérkőzésen. Már az előbb, amikor Pados Mónikát nyakánál fogva rántotta le, az is egy érdekes szituáció volt, de az csak sárga lapot ért. Ez a szitu már kiverte úgymond a biztosítékot a játékvezetőknél is, hogy 2 percet és figyelmeztetés lett a vége. Először a meccsen telt emberelőnyben a mieink. Pados, nézzük, mire megyünk 6-5 ellen. Gyimesi, Gyimesi lő! Nem volt pontos lövés, Hársé viszont a kipattanó, és aztán van egy falt, miénk marad a labda. Molnár nagyszerű a passz Királynak, azonban Király Ramonára jól váltanak, aki Kovács Viki, viszont belövi! Kovács Viktória 3. gólja ez, és megint 4 góllal tudunk vezetni, közben cserélnek a Vasas játékosok, lejön Bak Judit, és jön 9-essel egy új játékos, Komsa Klaudia, ő még eddig nem volt bent, jobb szélre jön most le itt ember hátrányban. Fekete a bal szélről, belövi. Hát igen, erről beszéltünk, Fekete Bozsán első gólja, de ebből a lövésből is jól látszott, hogy bizony-bizony remek játékosról van szó ezen a szinten legalábbis mindenképpen. Molnár, még 45 másodpercig emberelőnyben a mieink, jó lenne gólra váltani ezt az emberelőnyt. Molnár, Gyimesi lő, Gyimesi pedig most belövi. Gyimesi is egy gólos most már ezzel, 13-9. Megint 4 gólos a differencia. Talán az utóbbi percekben a védekezéssel voltak problémák, emlékezhetünk, hogy negyed óra után azt hiszem 4 bekapott gólnál tartottunk. Sőt, 18 perc után is, még csak 5-nél. Így van, miénk a labda, és még 13 másodpercig emberelőnyben vagyunk. Talán egy gyors gól belefér. Kovács, Pados, ez Zicser, dob be Móni! Mellé!
de nagy kár érte. Ilyen félig meddig ejtés akart ez lenni, kicsit belepörgetett Mónika, csak sajnos a kapu mellé. Bent most ez a labda, sem baj, semmi baj lányok, menni kell tovább. Van még 7 perc az első félidőből. Itt viszont lesz egy 7-es és lesz egy 2 perc, Hársadél. A vendégek még nem lőttek 7 méterest, úgy látom Bakküdit fog majd odaállni a lövéshez. És Bakürit belövi. Frankai Regina nem ismerheti Bakküritnek a lövéseit, hiszen ők már nem játszottak együtt. Bakürit ugye nyáron távozott a hevesi megyeszékelyről, Frankai Regina pedig éppen akkor érkezett ide. Közben cserélünk, jobb szélen Balázs Niki, először a pályán, Balázs Nikolett tehát megmutathatja, mit tud a jobb szélen. László, Pados, az lövés lesz. Kár, hogy a blokk, viszont hozzá tud érni Brunner a Zsanett, éppen ezért marad a labda, pontosan visszakapja a Vassa a labdát. Most járunk 13-10-nél, hát tegnap ennyi volt az Eger-Vasas vízilabda meccs végeredménye, az biztos, hogy most nem lesz ennyi. Annál is inkább, mivel Fekete Bozsana ismét betalál. 13-11, kis túlzással mondhatnám azt is, hogy ember emlékezet óta nem volt ilyen közel a Vasas az Egerhez. Most figyelni kell, ember hátrányban játszunk tehát. Molnár, László, majd Pados, megint Molnár Niki, László, kellene egy megnyugtató ember hátrányos gól. Molnárt ketten harcolják meg, Bakkörit és Rédi Andrea, Kovács, Pados, Molnár ott nem tud beforogni, hiszen jól jön ki rá Bakkörit. Igen, ez már így lépéshiba volt. Bakkörit pedig indít, de nem jó az indítás, jól van. László Barbara önfeláldozó módon vetődött oda, a labdához ugye nem ért hozzá, de megzavarta Tóth Orsolyát, aki így nem tudta elkapni a labdát. 13-11. 5 perc még a szünetig, és 15 másodperc az ember hátrányunkból. László, Molnár, Pados. László most egyedül, László betör! Ez lesz a belülvédekezésért egy 7 méteres, mutatják a játékvezetők, ami azt jelenti, hogy a Pados Mónika állhat majd oda a vonal mögé, hiszen eddig 2-ből 2-nél tart, hát eléggé érdekesen, hogyha most nem ülőni ezt a büntetőt. Így is van, Pados Mónika érkezik oda a labdával a kapu elé. És azután, hogy kiegészültünk, most megint elhúzhatunk 3 góllal. Pados belövi. Pados Móni 5. gólja, ezzel a mérkőzés legeredményesebb játékosa. Fekete lő, új, de nagy gól volt. Fekete Bozsán a 3. gólja, és ki kell rá lépni, hiszen jó keze van, ez egyértelmű. Molnár egyedül. Így van, Molnár Niki megint bátran, hát a tavasz szezon során már nem egyszer bizonyította azt, hogy alapembere, kulcsembere lett ennek az EGRI együttesnek, itt az NB1B keleti csoportjában vitézkedő EGRI együttesnek. Most is láthattuk, olyan bátor, jó volt ez az elindulás, nem ijedt meg attól, hogy többen is állnak Molnár Nikivel szemben. És hát ez a fajta rátermettség, ez a... Közben azért hallgattam el, mert a játékvezetők valamit fújtak bent középen. Tehát ez a fantáziadús játék, amit Molnár Nikitől látunk, ez alaposan kifizetődő eddig. Miközben egy újabb 7 méteres és törlés is lesz, úgy látom, ezért áll meg majd az óra. És már nem is majd, hanem már áll a játék. Az óra is. Fekete Dorina mindeközben először a miénk kapujában. Na nézzük, Bakürit kontra Fekete Dorina. Fúj, de nagy gólt lőtt Bakürit. 14-13, ezzel feljött egy gólra a Vasas. Hát azok utána el tudunk menni 6 találattal. Felzárkozott a vendégegyüttes, és hát én azt mondom, hogy elsősorban ez köszönhető Fekete Bozsanának, aki azok utána, hogy beállt, újabb szint hozott a játékba a vendégek részéről.
és egyelőre úgy tűnik, hogy a vezérletével felállt a Vasas, és szorosra tette ismét a meccset. László, Király, 3 percen belül az első félidőben, nagyon kell a gól, de Molnár Niki elpasszolja azt. Pontosan van a labdát, egyenlített a Vasas. Rédli, le a jobb szélre, ott nem szabad bántani, Rankai véd. Jó pillanatban Bognár Zsuzsanna hiába próbálkozott, és hiába nyert már eddig meg 2 csatát Rankaival szemben. Nincs meg a harmadik gólja. Marad a 14-13, László Barbara, László lő, és ott az újabb László gól. László Barbi második gólja ez, nagyon kellett, hiszen, hát még egyszer mondom, egy gólra jött fel a Vasas, ezzel most megint kicsit fújhatunk, nem nagyot, csak kicsit hozzáteszem, hiszen 2 gólra módosult az eredmény. És a harmadik kapusa jön most be a Vasasnak, ez is ritka egyébként, Puc Klaudia 16-ossal. Lehet, ha lehet így fogalmazni, tehát akkor a miénk már 28 perc alatt 2 kapust is elfogyasztottak, és a harmadikat is remélhetőleg majd elkezdjük ízlelgetni. Fekete lő, amint Fekete Bozsana. Tarjányi jön ki a falból, hogy elvégezze a szabaddobást, amikor már csak másfél perc van az első félidőből. Az óra az közben megy, az idő megy, ez nekünk jó. Fekete, ott pedig állj, azt hittem egy labdaszerzés, most figyeljünk, Rankai véd, és a kipattanó a miénk, viszont a játékvezetők azt mutatják, hogy László Barbi belőtte a labdát Rankai Reginának, így visszaadták a játékvezetők a játékszert a Vasasnak. Na most figyeljünk még egy picit, Egeresi, jól van, a bal kapufa éléről oldalt megy ki a labda, így miénk a játékszer. Megint elmehetünk 3-mal. Jó lenne lányok a szünet előtt. Egyébként az első fél, de utolsó percébe érkeztünk. Balázs Niki pedig elejti a labdát. 50 másodperc még. Talán még egy egri támadás is belefér most a Vasas adtak után. Hát majd meglátjuk. Gólt ne kapjunk minden esetre. Most ez a lényeg. Tóth, Fekete, Egeresi. És eladja! Kovács Viki pedig belőheti a 16. egri gólt. Kovács ott is van! Kovács Viki negyedik gólja, 16-13. Hát Puc Klaudia nagyon felkínálta a bal oldalt a kapunak, és nem ért vissza. Hát azt a helyet pedig simán be tudta venni a labdával Kovács Viktória. 13 másodperc, lányok, ne kapjunk gólt, legyen falt, így van fölé, nem áll az óra, hiszen nem mennek érte a Vasas játékosok, viszont már csak 5 másodperc, ebből időn túli szabad dobás lesz. Így is van, így is van. Szól a Duda. Még egy időnk túli szabad dobása, tehát lesz idő. Fekete Bozsana fogja majd elvégezni ezt. Na nézzük, hát azért ebből ne kapjunk gólt, lányok. Jó a blokk Feketének, tehát nem jó a lövése. Mindez azt jelenti, kedves nézőim, hogy 30 percnyi játékot követően Eszterházi KFC Globosis, Vasas SC 16-13. A lányok 10 percet pihennek, önök ennyit sem. Egyből folytatjuk a második félidővel. Hát akkor folytassuk a második félidővel, kedves nézőink. 3 góllal vezettünk a szünetben. Rankai Regina 37%-kal védett. Ez a szám pedig most már bizonyára jobb, hiszen egyből egy védéssel kezdtük a második félidőt, és egy Gyimesi Kitti féle góllal. Gyimesi második gólja ez. Vezetünk is megint 4-el. Jól van, Kitti. Fontos, hogy jól kezdjük el a második félidőt is, hiszen azzal nagyjából demoralizálni lehetne az ellenfelet. És hát akkor előbb-utóbb már elhinni a Vasas is, hogy ezen a mai meccsen nem nagyon teremhet számára a babér. Fekete. Nézem, hogy volt egyébként változás a miénknél a szünetben, nem. Gyimesi Kitti már ugye egy pár perccel az első félidő vége előtt beállt jobb átlövőbe. És hát ő is jött ki a második félidőben az egri csapat tagjaként.
Közben Fekete Bozsán elő egy óriási felső kapufát. Gyimesi. Ez nem volt jó. Megint feketé a labda. És itt az indítás. László Barbi nagyszerű, így van. Reklamál itt közben Tóth Orsolya. Hogy az egyik kellett volna szerint álltani László Barbarát, hát köze nem volt szerintem a kiáltáshoz a dolognak. És a miénk a labda lépésében, jól van. Rankai nem tud indítani, nem tudunk tehát gyorsan menni. Nem baj az, akkor felállt fal ellen kell majd támadni, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy legyen újabb gól, legyen újabb egri gól, és akkor megint el lehet menni 5 góllal, hiszen jelen állás szerint 17-13 a mérkőzés állása. Áj, de kár, az már lépés volt, mutatja a játékvezető, pedig Király Ramona felé nagyszerű volt a bejátszás, a bepassz. Fekete. Balázs, Niki pedig labdát szerez, és a játékvezető azt mutatja, hogy kint volt a labda. Pont az egri B középpontra előtt meg is kapja tőlük a ilyenkor hát jól megszokott rigmust, én most nem idézném. Most Gyimesi fogja meg Feketét, így van, jól van lányok. Egeresi, na mi lesz? Feketének, aki bemegy és megoldja. Fekete Bozsán a 4 gólnál. Megint 3 gól a különbség, és Gyimeséhez jön vissza Molnár Niki a pályára. Nálam most a labda. Balázs, Molnár, László, Pados, László Barbi, Molnár, le a bal szélre Kovács Vikinek, de nagyon-nagyon le volt, lent volt az alapvonal közelében Kovács Viktória, így nem nagyon lehetett neki passzolni, vagy neki a kapura fordulni. Pados, nincs passzi, viszont lassan az lesz, Pados Monit most fogja meg Fekete. Lassan passzív lesz tényleg, tehát figyelni kell, így is van, felteszik a játékvezetők a kezüket. László Barbi fog lőni, belerédli be. Viszont még mindig fent a sípmesterek keze. Lőni kell. László ugrik fel, László pedig mellé megy a labda. Kár érte, megint feljöhet 2 gólra a Vasas. Tóth, Fekete fog lőni, és bepattan a kapufáról. 17-15. Hát nem nyugodhatunk meg. Molnár. Pados. Balázsnyi képen ott csak. Meg tudja szerezni a labdát, viszont volt egy szabálytalanság is. Lányok, figyelni kell, nem szabad belemenni a kapkodásba. Az idő nekünk dolgozik, az eredmény is minden. Csak türelmesen kell játszani azt, amit eddig. Fekete Bozsana pedig megy le 2 percre. Ez a találkozó 4. 2 perces büntetése. Egyébként egyelőre elég igazságosan osztják ezeket a kiáltásokat a játékvezetők. 4 perc itt, 4 perc ott. 6-5 ellen folytathatjuk tehát itt a mezőnyben. Molnár, László, Molnár Niki, Pados egyedül. Akkor lesz egy 7-es, így is van, Pados Molnár nagyszerű. A 4. egri 7 méteres következik. Pados eddig mind a 3 egri büntetőt belőtte, és úgy látom, hogy megint ő fog majd oda menni, hogy büntessen. 17-15-nél, tehát megint el lehet menni 3-mal. Na nézzük Pados Mónit. Ez is sima. Pados Mónik a 6 gólnál, és megint 3 a különbség. Jól van, gyerünk lányok! Egeresi most irányítóban. Rédli. Egeresi tótorsa a bal szélről átjött ide a jobb oldalra. És ez egy zicser, viszont kapufa. A kipattanó viszont a Vasasé. És a rövidbe tudja lőni. Könnyedén Komsa Klaudia. Emberhátrányos gól, megint közte 2. Molnár Niki. Kovácsnak elszórjuk a labdát. Miért kapkodunk, lányok? Miért? Nem lenne szabad pedig most kapkodni, hát ember előnyben játszunk. Szépen fel kell ilyenkor állni, és kijátszani zicserig.
Tótorsaját fogja meg most Pados. Rédli. Kovács Viki megint egy hajszállam múlott, hogy megszerezze a játékszert. Kétszer, hogy emlékeztetünk az első félidőben, már volt erre példa. Rédli, Egeresi, figyeljünk, most ne tudjanak bemenni. Így van, Király Ramona volt most határozott. Nem engedte a vendég 13-as számú játékosát. Befelé és egy újabb Rankai bravúr. Nagyon-nagyon kellett, hiszen váratlan löket volt. Molnár, László, ezt kell belőni, László Barbi ott is van! László Barbar a harmadik gólja, és így azért csak jól jövünk ki ebből az ember hátrányból, vagy ember előnyből. Kettőre nyerjük ezt a 2 percet. Ki is egészülnek a vendégek, Fekete Bozsana azonban nem jön vissza, helyette Tarjányi jön beállósba. Egeresi, Tóth, úgy látszik, hogy nem csak az ember hátrányban játszik a jobb oldalon Tóth Orsolyait, pedig lesz egy 2 perc, és a gól mellett sajnos Balázs Nikit küldik ki a játékvezetők. Komsa Klaudia pedig gyors egymás után szerez 2 gólt a vendégeknél. És itt egy úgy néz ki, tapad. A Vasas továbbra is nem engedi el a mieinket. Nem engedik el a mieinket, és jön vissza a jobb szélre Hársadél. Hiszen ugye Balázs Niki pont erről a posztról ült most le a kispadra a kiállítás miatt. Éppen ezért azért azt a részt a csapat játékában sem szabad üresen hagyni, ezért jön vissza Hársadél, aki 2 gólig jutott az első félidőben, illetve egy 2 perces kiállításig is. Úgy tűnik, hogy jobb szélről előszeretettel állítanak ki most a mai meccsen a bírók. Kovács Viki pedig most, hát éles volt a szög, de Zicserben nem talált el a kaput. 1 gólra jött a Vasas ember előnyben ráadásul. Fekete ismét a pályán, tehát Fekete Bozsana, Rédli, Tóth tör be, és Rankai véd, ez is egy fontos hárítás volt ember hátrányban. Szépen kijátszott egyébként lövésig az akciót a Vasas. Molnár Padosnak kap egy forintos labdát, és aztán sajnos a visszapassz már nem jut el Molnár Nikihez, pedig az ötletes támadás volt itt létszám hátrányban. Szól a Vastaps az egri szurkolóktól, így van, most kell a biztatás, hiszen kevesebben vagyunk a pályán. Hárs már leért a lába, pedig szenzációs volt technikailag ez a dolog, amit megcsinált Fekete, és ott van Komsa megint Komsának. László Barbara kiveri a labdát a kezéből. Szerencsére csak 7 méteres. Jön ismét a büntető eléig a kapuba Fekete Dorina, akinek az előző 7 méteresre nem sikerült hárítani. Hát, ha majd most Bakürit fog lőni. És belövi Bakürit. A negyedik gólja ez már a vendégek 15-ös számú játékosának. 19-18. 1 gól a differencia. És mire kimondom ezt a mondatot, már ki is egészülhetünk. Így is van, Király Ramona ismét a pályán. Molnár. László. Király. Molnár Niki. Pados Móni. László Barbi megint. László. Pados, most már 6-6 ellen, és a kapufáról kipattan, de nagy kár érte, nem volt velünk a hazai kapufa. Az indítás viszont szerencsére rossz Fekete Bozsanának, így nincs egyenlítés, viszont mi megint elmehetünk 2-vel. 19-18 Pados, és Király forogna be, Király, aztán elkapják a grabancát, szabad dobás. László, Molnár, Pados, László Barbara. Pados Móni egyedül menne, kár, hogy belefújtak. László Barbi, most Padosnak és aztán Kovács Vikinek gyorsan szépen járattuk, de nem lehetett megint befordulni. László lő, ott a gól! Az újabb László Barbara gól! Méghozzá a negyedik. 20-18.
Megint 2 gól a differencia. Hát jó lenne, hogy egy kicsit markánsabb lenne már ez a különbség. Kicsit megnyugodhatnánk. Megint Fekete Bozsanánál a labda. Egeresi. Kicsit a védelmet valahogy most meg kellene szilárdítani, lányok. Király Ramona kapja el a labdát. Egeresinek a kezével együtt. Aztán végül is ilyen fél Tigris bukfenc. Megvan a labda, ennek árérte. Igen, ott volt egy kisebb szabálytalanság. Kivártak a játékvezetők, hogy mi lesz a szituáció vége. Aztán úgy, hogy mi szereztővel a labdát visszafújták szabad dobásra. Ejj, Kovács Viki most elszállt. És már belül volt, így van a Vasas játékosa. Ez egy nagyon fontos támadás volt, úgy gondolom. Kulcs fontosságú, megint elmehetünk hárommal, lányok. Használjuk ki a lehetőséget. Molnár. László. Megint Kovács Viki, egyre hangosabb az egri szurkoló tábor. Kell is a biztatás a lányoknak, kár, hogy nem mindenki cselekszik így, aki itt van a csarnokban. Hoppá, közben László Barbara, hát nem is tudom melyik testrészén nem kapott ma még ütést, rúgást, csípést, harapást, tehát mindent gyakorlatilag. De tudjuk, hogy László Barbi milyen harcias, milyen elszántat tud küzdeni egy-egy ilyen mérkőzés alkalmával. Pados Molnár viszont most belemegy az ellenfelébe, nem tudunk ismét hárommal elmenni. Marad a 20-18, a találkozó 42. percével járunk, továbbra is nyílt a csata, szoros a találkozó, semmi nem dőlt el. Rédli, király vált ki rá, keményen így van, ami így van, így kell védekezni, ki kell jönni 9 méterre, és ott kell elkapni őket. Aztán már Egeresnél a labda. Fekete, tüntet az egri közönség, próbálja hangos kiabálással, füccővel, fújolással megzavarni a Vasas támadását. Fekete, a beállósnak középre, ez hihetetlen, hogy ment be. Krizsán Alexandra, az újabb gólszerző, és megint lop egyet a távolságon. A Vasas 20-19, hát szoros mérkőzés látunk. Továbbra sincs megállás. Pados, Molnár Niki. László, most Kovácsnak nem jó a labda, és a Vasas jöhet. A Vasas jöhet sajnos. Egyel itt a vendéglátó, vagy pontosabban a vendégcsapat. Egeresi. És most cserélnek kapust a vendégek. A 16-os számú Hutz Claudia helyett visszajönnek abba a Cincis Alexandra egyessel. Aki kezdett egyébként a vendégeknél a kapuban. Fekete, most figyeljünk, gól! Fekete Bozsana, a 6. gólja már, lányok, 20-20-nál ér minket utól a Vasas. Molnár, László, Pados. Most holt ponton vagyunk egyértelmű, a hullám hegynek az alján, úgymond a hullámvasút alján, és hát innen most ki kell valahogy lábalni, lányok. Molnár Niki, Pados, majd Hársadél. Hárs menne be. Királynak aztán hiába menne a bejátszásod, középen elbánnak Király Ramónával. Ezt a periódust valahogy túl kell élni, lányok. 20-20, László Barbi. Molnár, de Királynak nem, aztán visszaszerzi. Nem nagyon van most elképzelés az egriek játékában, pedig kellene, hogy legyen, kiejti. Sőt, talán a lábahoz és László Barbinak a labda, Pados, aztán fölé bombáz. Lányok, vezethet a Vasas. Egyetlen egyszer vezetett ezen a mérkőzésen a vendég együttes a mai napon. 1-0-nál többet reméljük, hogy nem fog. Többet ne is vezessenek, de ahhoz most jó védelemre van szükség. Talán előbb-utóbb érik a kapuscsere is a mieinknél. Nem mint a Frankai Reginával gond lett volna a mérkőzésen, de az utóbbi néhány jó percben azért már ő sem tudott csodát tenni. Fekete, beközépre, jól van, nem jó a bejátszás. Vezessük újra, lányok, akkor tudunk megint biztonságban lenni. Még akkor is, hogy tudjuk, hol a döntetlen, nekünk jó. Pados, Molnár, Molnár Niki egyedül, az lesz egy hetes, így van, belülvédekezésért. Molnár Niki megint nagyszerűen csinálta meg, két ember között betört, és jár a büntető a belülvédekezésért. Csak lőd be, Pados Móni. Megvan!
Pados Móni 7 gólos ezzel, 21-20 megint Egri előny. A fél idő fele már letelt itt a második játék részben, ami azt jelenti, hogy kevesebb, mint 15 perc maradt hátra a mérkőzésből. Vagy fogalmazok úgy, a bajnoki döntőből. Nem, ez rossz kifejezés, hiszen a bajnoki döntőt két olyan együttes játsz egymással, aki az aranyért csatázik. A Vasas nincs olyan pozícióban, hogy bajnok lehessen. Viszont mi megnyerhetjük ma a bajnokságot, lányok. Visszakapja Tóth a labdát, tüntet is az egri közönség. Egeresi, Fekete egyedül menne be, Egeresi. Aztán Tóth kapja, talán most már passzív Janos a történet. Nem fütyülnek a játékvezetők, most igen, de még mindig csak szabad dobást. Továbbra sincs fent a játékvezetők keze. Lányok... Bocsánat, közben már az izgalomtól a hangom is elmegy néha-néha. Fekete. Még mindig nincs passzív. Hát mikor teszik fel a játékvezetők a kezüket? László kemény volt, így van. Most már fent a kéz. El kell lőnie a Vasasnak. Figyeljünk Fekete Bozsanára, lányok, hiszen egyértelműen rámegy most a figura. Fekete, nem, inkább passzol. Már volt egy szabálytalanság, és visszaadják. Nem, jól van. Megvolt a labda nálunk, és úgy löpték meg az egri játékost, a vendégjátékosok. Most ezt jól látták a játékvezetők. László, használjuk ezt ki, lányok. Lászlót lökik. Nyugodjunk meg, lányok. Úgy gondolom, hogy mióta belementünk ebbe a rohanásba, azóta nem nekünk áll a zászló. Pontosabban hát a 21-20 az az eredmény, az egyértelműen a mieinket igazolja, de hát akkor is figyelni kell, ne menjünk bele ebbe a kapkodó játékba, lassítsuk, hiszen akkor egyértelműen jobbak tudunk lenni. Pados, ezt el fog előni, megint kapufát lő, és megint fordulhat a Vasas, Fekete Bozsana, onnan ne vigye be, lányok, és Kovács Viki lop labdát! Nagyszerű, Kovács Viki harmadik ilyen labda szerzése. László! Megint megfogták László Barbit. Nem tudtunk ki így gólt szerezni. Jaj, de nagy kár érte. Nem baj, becsüljük meg akkor ezt így. És szól a biztatás, mindenki tapsoljon. Nem sokan fogadják meg sajnos. Pados! Pados lő! És ott egy védés, Király Ramona, be kell lőni, megvan! Király Ramona első gólja, de a legfontosabb szituációban. Megint kettővel vezetünk. Így van, lányok. Rédli lő, és megint a Rankai véd. Viszont Rédlit megint löktük a levegőben. Így visszakapja a Vasas a labdát. Jaj, de nagy kár érte. Pedig már kezdtem örülni, hogy megint el lehet menni majd hárommal, hogy megint esély kínálkozik rá. Na, de se baj. Az előbb kivédekeztük, akkor védekezzük ki megint ezt a Vasas attakot. Rankai! Szenzációs! És a kipattanó Kovács Viki. Na jól van! Két nagyszerű Rankai Regina védés után elmehetünk hárommal. László Barbi bele a blokkba, de kár érte. És indul Fekete Bozsana, de megvan a labda! Molnár Niki! Szenzációsan védekezünk az elmúlt percekben. Jól van, lányok! Pados és Királynak egy hetes! Megadjunk egy 2 percet! Hát ha azt nem is adnak, de egy 7 méteres mindenképp. Akkor pedig Pados Mónika következhet, és hát ahogy eddig Pados Móni lövi a büntetőket a mai nap folyamán, hát nem mondom, hogy izguljunk, de hát azért izguljunk persze, hiszen 2 góllal vezetünk a Vasas ellen. 11 perccel a mérkőzés vége előtt. Jó lenne most 3-mal elmenni, nagyon-nagyon jó lenne. Nyugtató, idegnyugtató dolog lenne. És Pados belövi ezt is! Pados Móni 8 gólos, de úgy, hogy abból 6-ot büntetőből szerzett. Azért ez is látja, vagy biztosítja a nézőket, abban meg hát minket is, hogy idegekben rendben ott vannak a lányok, hiszen Pados Mónika eddig hiba nélkül dobja a 7 métereseket. 23-20, azok után, hogy 20-20 volt az állás, hogy egyenlíteni tudott a Vasas, és láb! Így veszem biztosan a miénk! Gólt kell lőni, Kovács Viki, döbbe Viki! Gól! 24-20! Az előbb azt akartam mondani, hogy 20-20 után sikerült kimászni a gödörből, de hát most egy már egyértelmű, hogy kimásztunk belőle. 4 nagyon fontos gól, és megint 4-jel megyünk. Jól van. Krizsán egyedül, és Krizsán belövi. Azért figyeljünk erre még, lányok, nincs vége a meccsnek. 10 perc a találkozóból, 24-21. Pados, Gyimesi. Nyugi, lányok, nyugi, nem kell sietni.
Hásadél, most még is sietett, és milyen jól teszi! A harmadik gólja Hásadélnak. 25-21. Hát úgy tűnik, hogy beindultunk most támadásban. Minden egri támadás végén gólnak tapsolt a körülbelül 500 fős egri publikum. És hát ha most már ezt csináljuk, ha minden támadásunkból gólt lövünk, akkor biztos, hogy meg lesz a meccs. Akkor biztos, hogy meg lesz. Bak Judit, Krizsán lő, kapufa. Most velünk volt a kapufa, viszont marad a Vasasnál a labda, igen, valaki hozzáért. Krizsán. A két edző egyébként még nem kért időt a második fél időben. Így van, Molnár, aki keményen fogja meg most Tóth Orsolyát, és hát hogy mondta Hegedűs Tibor a meccs előtt, hogy ugyan nem a lövő keze fáj Molnár Rikinek, de fáj, viszont az ilyen meccseken elmúlnak a fájdalmak, hiszen extázisban kell játszani, és egyelőre úgy tűnik, hogy a meccs ezen periódusában extázisban játszik az Eger, pláne így, Rankai fontos vérése megint. Pados, Molnár, és Kovács Viki Zitzer, nincs meg sajnos, Cincisz tud védeni. Ezzel még mindig nem dőlnek el a fontosabb kérdések, de az idő egyre inkább múlik, egyre inkább fogy. Az egri előny viszont továbbra is 4 gól. Továbbra is 4 gól. Közel állunk, nagyon közel állunk a bajnoki címhez, kedves nézőink. Bakizsán. Bak Judit. Megint Bak. Fekete fog lőni. Rankai pedig véd, és a kapufa is segít. Hát Rankai Regina nagyon jó, hogy maradt a kapuban, hiszen az elmúlt percekben egyértelmű a fölénye a Vasas lövőivel szemben. Molnár egyedül, Molnár Niki, gól! Nagyszerű! Az egri szurkolók közben reklamálják a 2 percet, ami elmaradt. De az egri gól nem, az egri gól nem. És 26-21-nél Varga Márta időt kér. Hát fújjunk még egy utolsó nagyot, hiszen valamivel kevesebb, mint 8 perc van hátra a mérkőzésből, de hát nagyon-nagyon közel állunk valóban a bajnoki címhez. És Iványi Bálint, na már itt keverem a neveket, tehát Hegedűs Tibor is még egy időkérést kihasznált itt a mérkőzés folyamán. Én úgy gondolom, hogy el fogja lőni ezt, hogyha szoros a meccs, akkor azért, pontosan a szoros lesz még a végjátékban, az utolsó percekben az állása, akkor azért, hogyha már eldől korábban, akkor meg azért, hogy az utolsó másodperceit, percet is használjuk ki ennek a sikernek, aminek a kapujában állunk. És hát megint visszatérhetünk arra, hogy a Nyíradony kikapott a Kecskeméttől. Hogyha nyertek volna a papírforma szerint a Kecskemét ellen, akkor a mai nap még nem lehetne bajnokavatásról beszélni. Akkor meg kellene várni a következő fordulót, hogy a Kiskundoros ma Szegedes Algyi otthonában húzzunk be legalább 1 pontot. Viszont ezzel, hogy a Kecskemét nyerni tudott Nyíradonyba, 1 pont is elég a bajnoki címhez, kedves nézőink. Nagyon kevés választa már el ettől a mieinket. Egeresi. Fekete menne be egyedül, Molnár megint jól védekezik. Jól van lányok, jól van, már nem sokat kell kihúzni. Rédli, Egeresi egyedül, és megint Király Ramon, nagyot harcolnak bent a lányok a falban. Nincs passzív, most már van, Rédlinek lőnie kell, Rédli lő, de Rankai véd, és Vásad éli a kipattanó, jó, atyavilág. A Vaxon megragadtott a padlón a labda, sajnos, és valahogy aztán kigurult a labda. Hát igen, ez az átka annak, amikor agyon vannak vaxozva a kezek, hiszen a labda átveszi ezt az anyagot, és ilyenkor, mikor már nagyon-nagyon nehezen csorog a játékszer a földön, akkor bizony leragad a padlóra. Nem ér a gól. Visszafújták a játékvezetők ezt. Rédli, Egeresi. Fekete, most jó lenne megkapott gól nélkül megúszni, hát nincs szerencsénk. Fekete, Bozsana,
hetedik gólja, de hát ugye megint a kapufát üldött elibe, a kipattanó viszont Rankai Regina kezéről, tehetetlen kezéről, hogy fogalmazunk így, változtatott irányt, mármint a labda, és hát így csorgott be ez a fránya zsuga oda az egri kapuba, 26-22, így még talán azért maradhat némi izgalom a végén. Gyimesi, Molnár, belemenés. El ne szúrjuk a végét, lányok. 5,5 perc még a meccsből, Fekete Krizsán, most Fekete Bozsanának, és Rédi elejti, Kovács Viki pedig indul, Király Ramona pedig gólt lőhet, és nem lő gólt, Cincisz Alexandra véd. Továbbra is még így életben a vasas remények, pláne így, Rédli belövi. 26-23, még valamivel több mint 5 perc és 3 gólra faragja a hátrányát a vasas, Hegedűs Tibor rögtön időt kér. Hát igen, itt most meg kell állítani a dolgokat, nehogy aztán vérszemet kapjon az angyalföldi alakulat, hiszen akkor azért kellemetlen meglepetésben lehetne még részünk az utolsó percekben. Lassítani kell, lányok, a játékot, nem szabad kapkodni, hiszen az idő is nekünk dolgozik, minden egyes a vasas hálójába bevitt gól, ami malmunkra hajtja a vizet, és meg lehet azzal a bajnok cím, meg lehet a mérkőzés. Hozzáteszem, hogyha a vasast sikerül 3 lőtt gól alatt tartanunk, akkor is megvan a meccs, hiszen most 3 gól az előnyünk, és hát még egyszer mondom, a döntetlen nekünk jó. De hát ne beszéljünk döntetlenről, nyerjük meg ezt a meccset, győzelemmel kell ezt a bajnoki címet itthon megszerezni, és hát végigvezettünk a mérkőzésen. Gyakorlatilag az első perceket leszámítva, amikor 1-0-ra az angyalföldiek szereztek vezetést. Innen most már nem szabad elszórakozni. Talán mondhatom azt is, hogy nem is lehet elszórakozni. Ne tegyük ezt, lányok! No hát akkor, ha minden igaz, akkor komolyabb dolog miatt most már nem fog állni a játék, hiszen Varga Márta után Hegedűs Tibor is kihasználta a második félidőre tartogatott időkérési lehetőségét. Az utolsó 5 percen belőle érkeztünk, 26-23 az Egernek, Pados, Molnár, eladjuk, és indul Tóth Orsolya, aki elrontja! Köszönjük meg neki, ez luxus volt az ő helyzetükben, Hárs, Molnár Miki, Pados egyedül, nem aztán mégis Kovácsnak vissza, álljunk meg, lányok, ne kapkodjunk! Hát elképesztő, ami itt most a végén történik. Jön vissza Molnár helyett László Barbi irányítóba, és zúg a vastaps. Gyimesi, Pados, László Barbi, Pados lő, és sajnos védeni tud Cincisz, még mindig szorosít, tehát a mérkőzés 4 perc marad és 3 gól a hátránya a vasasnak. De most könnyen lehet 2 is, Krizsán, Fekete, Krizsán el fogja lőni, Rankai véd zicserben, Pados megveri, megvan a labda, Kovács Viki, döntsük el! Ott van! Kovács Viki beveri úgy, ahogy kell, 27-23, 4 gól, hát innen már nem lehet elbukni. 4 gól kell a vasasnak, és még akkor is bajnokok vagyunk. 5 gólt pedig ennyi idő alatt nem kaphatunk, lehetetlen ennyit kapni. Fekete, Egeresi. És tessék hallgatni az egri szurkolótábor. Bajnok csapat. Már megkezdődött az ünneplés. Igen, innen nem lehet elbukni. Valamivel több mint 3 perc alatt nem fogunk 5 gólt kapni. A belemenés helyett László Barbarát látják szabálytalannak. Érdekes volt. Nincs passzív. Viszont van egy gól, Rédi Andrea, ő azért megteszi még azt, amit meg kell a csapata részéről, 27-24. Gondolom Hegedűs Tibor is azt mondta a lányoknak, hogy most már nem menjünk bele semmilyen rohanásba, játszunk passzívig, aztán majd a végén lőjük el. Az idő ugyanis abszolút nekünk dolgozik.
Kovács. Nincs passzív, Gyimesi, Gyimesi ellövi, óriási gól! Most már biztos, kedves nézőink, bajnokok vagyunk! Meg lesz a bajnoki cím! Gyimesi bombagól volt! És itt még Krizsán lő egy gól, de hát kit érdekel? Hát, bocsánat, hogy ezt mondom, de teljesen mindegy. Hát innen már nem fogjuk elveszíteni a meccset. Az egri szurkoló tábor harcoljatok, harcoljatok felkiáltással. De hát itt már azt sem kell, lányok. Kovács Viki kap egyet megint, de megy tovább. Hárs, Gyimesi, László, Barbi. És hát a többiek nevét is lehetne sorolni hosszan, akik részesei ennek a csodálatos sikernek. Jön egy indítás, Feketének nagyon rossz. Így van. Kiabálnak az egri szurkolók, hogy nyugi, nyugodjunk meg. Egy picivel több, mint egy perc van már csak. László, ellövi még! Nem, hogy ellövi László Barbi, de be is lövi! 29-25, hát még a végén lehet, ha lövünk 30 volt ma is. Rutka Péter és a kispad már tapsol, és tessék hallgatni, szól a bajnok csapat. Rankai véd, és indul Kovács Viki, nem lesz jó az indítás, nem baj. Krizsánnak sem jó. Hát megvan. Megvan az a bajnoki cím, amit a szezon elején kitűztünk, hogy az NB1B-ben aranyérmet kell szerezni. Közben László Barbi még egy gól! A 30. egri találat. Zúg a vastaps, és kezdődhet a visszaszámlálás. Megvan, kedves nézőim, a bajnoki cím. 10, 9, még egy védés, Panos ellövi, teljesen mindegy, 2-1, bajnok az Esterházy KFC Globosis csapata, a 2012-2013-as másodosztályú bajnokság keleti csoportjában, hát így egészen pontosak leszünk, megvan a bajnoki cím. Nézzük az ünneplést, hiszen megérdemlik a lányok. Sokat dolgoztak érte, és hát nagyon-nagyon kemény szezon van a hátunk mögött. Még teljesen, mégsem, hiszen van még egy pár meccs, de bajnokok vagyunk. Megvan a feljutás, és jönnek be a szurkolók is. Úgy, ahogy az ilyenkor illik. Óriási ünneplés lesz, az biztos, hiszen történelmet írtak a egri főiskolás lányok. Nézzük még az ünneplés perceit, hiszen ezek olyan pillanatok, amik nagyon ritkák egy csapat életében. Vasas játékosai sportszerűen felsorakoztak már oda a mieinkkel szembe, és gratulálnak nem csak a győzelemhez, hanem a bajnoki cím megszerzéséhez is, hiszen ez az 5 gólos győzelem, ez a 30-25, ez bizony azt jelenti, hogy bajnokok vagyunk. És hát nagy kérdés, hogy megáll-e itt a sikertörténet. Közben Hegedűs Tibor dobálják már a kispadon, mondjuk így nyugodtan a sikeredzőt, hiszen egy pár év alatt az NB2-ből az NB1-be vezényli a csapatot. A harmadosztályban egészen pontosan a legjobbak közé, olyan csapatok közé, mint a Győri Audi Etok AC, akik pont ezen a mai napon játszanak bajnokligája döntőt a Lárvikkal, sok sikert innen is nekik, vagy a Ferencváros az elmúlt két szezon kekgyőztese, a Vác, az Érd, sorolhatnám, ott leszünk jövőre a legjobbak között, legalábbis, hogyha a lányokon múlik, akkor biztos, hiszen megtettük azt, amit megkövetelt a haza, hogy kicsit ragadtassam el magam. Megvan a bajnoki cím, és hát minden adott, hogy tovább íródjon ez a sikertörténet. Nézzük még az ünneplést. Nagyszerű érzés, nagyszerű pillanatok. Hát ennyit innen, kedves nézőink. A pályáról, de még azért nézzük egy kicsit a lányokat, hogy ünnepelnek.
hiszen még itt megünneplik a tőlem jobb oldalon ülő szurkolók is a csapatot, és szól az NB1, NB1 rigmus, hiszen megvan a feljutás. Azok után tehát kedves nézni, hogy egy évvel ezelőtt az EKL Feger Fudimola férfi vízilabda csapata megnyerte a másodosztályt, és a legjobbak közé jutott, és nem esett ki, hiszen már biztos, hogy nem esnek ki a fiúk. Ebben a szezonban még egy történelmi tett, az Esterházy KFSC Globosis női csapata is feljut a magyar élvonalba. Elképesztő, amit az Esterházy Károly főiskolán a sport területén látunk évek óta, és hát évről évre óriási dolgokat, óriási dolgoknak lehetünk szemtanúi. Köszönjük a lányoknak ezt a szezont, és még nincs vége, hiszen még mindig van három meccs a szezonból. A nagy ünneplés bizonyára az utolsó meccs után lesz majd, hiszen ahogy említettem, a MEFOB döntőre utaznak hajnalban a lányok, de hát akkor is a Vasas ellen bajnok lett az Esterházy KFSC Globosis csapata. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra! Első interjú Kovács Viktória, gratulálok a bajnoki címhez, hiszen ez az 5 gólos győzelem ma aranyérmet ért. Hogy érted meg ezt a mérkőzést? Hát először is köszönjük szépen a csoport nevében, és nagyon örültem neki, hogy ma nyertünk. Az elején egy kicsit nehézkesen indult, de végül is legyőztük ezt a Vasast, és így megnyertük a bajnokságot. Hát bentről nagyon szorosnak tűnt, meg várasztó volt nagyon. Hát jó ünneplést kívánok, bár hallottam, hogy nem sok időtök lesz, mert MEFOB 4-es döntő. Igen. De azért gondolom megünnepitek majd. Persze, mindenféle. Köszönöm, gratulálok még egyszer. Közben itt két játékos még kacsípünk el. Fekete Dorina, aki a mai meccsen ugye nem sokat védett, de azért gratulálok a bajnoki címhez. Meg Niki, neked is gyere, te is gratulálok. Hát hogy érzitek magatokat? Hát fantasztikus. Ez nem is kellett nekem védeni, legjó volt. Én nem tudok megszólalni, örülök nagyon. Nagy buli lesz? Biztos. Mondjuk holnap MEFOB van, úgyhogy nem tudjuk, hogy legyen, reggel indulunk MEFOB-ra. Mikor lesz az igazi bajnoki cím ünneplése? Az 25-én. Akkor utolsó meccsünk. 25-én van az utolsó meccsünk. Mit szóltak a szurkolótáborhoz? Elég sokan voltak és szenzációs hangulat. Végre megtanultak Egerbe szurkolni. Már kézilabda meccsen is. Igen, nagyon jó volt, nagyon köszönjük nekik a szurkolást. Köszönöm, gratulálok nektek. Itt pedig megyünk tovább és további alanyokat szólítunk még meg. Gyimesi Kitti és Rankai Regina, sziasztok lányok! Gratulálok a bajnok csapat tagjainak! A Regina nagyot védtél a mai nap folyamán, Kitti, a te góljaid is kellettek ehhez a mérkőzéshez. Hogy érzitek magatokat? Hát fantasztikus volt a hangulat, szóval felrobbant a csarnok, mindenki ment, mint állat, nagyon jó volt. Nagyon jó érzés bajnoknak lenni, én csak ennyit tudok elmondani. Mindenki nagyon hajtott, nagyon küzdöttünk csapat szinten. Fel lehet ezt fogni már ilyenkor, hogy összejött az, amiért egész évben harcoltatok, hiszen ez volt a célkitűzés. Hát elég nehéz és hatalmas élmény, de felfogjuk szerintem, nagyon jó érzés. És hát most egy olyan tettet hajtottatok végre, hogy sikerült megnyerni a másodosztályt, tehát megvan az indulás joga az NB1-be. Nyilván ez nem a ti dolgotok a feltételeket megteremteni, de ti kiharcoltátok az NB1-et. Igen, nagyon örülünk neki, hogy jövőre indulhatunk az NB1 élmezőjében. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ott is jól szerepeljünk. Hogy folytatódik a ma este? Bulival. Hát csak óvatosan kell, mert holnap megyünk MEFOB döntőt játszani Szegedre. Jó, hát azért ünnepeljétek meg, köszönöm szépen, gratulálok még egyszer. Köszönöm, megyünk tovább, viszont ott vannak egy páran még. Két sérült és egy aktív játékos. Sziasztok! Szia! Gratulálok mindenkinek, neked csak így tudok. Sziasztok! Akkor körbejövök, gratulálok! Hát akkor ilyen ötös interjú lesz, ilyet még úgyse csináltam. Mi, hogy érzitek magatokat? De hallom, hogy most ugye mentek hajnalban MEFOB döntőre, nagyon nem lehet bulizni. Azért valahogy csak meg lesz ünnepelve, nem? Mindenféleképpen, persze. Hát akkor a sikert ér el ez a csapat, hogy ilyen még ugye nem tudom, hogy volt-e már Egerbe. Volt ilyen Egerbe? Nem, én úgy tudom, vagy nagyon régen, úgyhogy most ezt megünnepeljük ma, igen. A két beállós nem játszott, lehet azért is öltözhetek együtt, nem? Hogy a két beállás, a két sérült nem játszott a mai meccsen. Mindenkinek ugyanilyen ilyen pólója van. Értem, tudom, csak viccelek. Viszont Bianca, te beálltál az első fél időbe, pont beállós poszton.
Igen, hát mivel megsérültek mind a ketten, így én lettem az, aki a már a barátnőim, akkor ráveszem a posztitot, ne. Réka, neked milyen volt kívülről észrevenni ezt, vagy nézni ezt a meccset, hiszen te már egy ideje kidőltél a sorból, ugye térdsérülés miatt, ezért gyakorlatilag az egész tavasz szezont ki kellett hagynod. Gondolom nehéz kívülről nézni. Nagyon nehéz, de az öröm ugyanakkora. Hát azt gondolom. Jól van. Na és akkor még két riporterany. Közben így betakarlak titeket, mert így már nem fogtok látszani. Köszönöm. Őri, Anna-Mária és Molnár, nektek is gratulálok. A bajnoki szezont. Hát Csőri, te ma nem játszottál, Niki, te játszottál, kezdjük veled, milyen érzés magyar bajnoknak lenni, pontosan a másodosztályú bajnok. Nagyon jó, boldog vagyok, hogy ennek a csapatnak a tagja lehetek. És hát szoros volt a mérkőzés, olyan sok hetest ugye nem lőttünk, de hát múltkor lőttél egy jót, azóta közönség kedvenc lettél a szurkolóknál, ugye? Tudom, szeretne. Na jó, hát akkor most Nikit is kérdezzük meg. Niki, hát azt már sokszor mondtuk, hogy gyakorlatilag te alapember lettél tavasszal a bajnok csapat tagjában, és hát sérülten játszottál a mai mérkőzésen. Fáj a kezed? Hát most olyan adrenalin van bennem, hogy nem érzem. Hegedűs Tibor azt mondta a meccsért, hogy teljesen mindegy, ilyenkor kinek milyen fáj, ilyenkor mindenki elfelejt, hiszen harcolni kell. 5 góllal nyertetek. Mit éreztek most? Hát én nagyon örülök, nagyon kemény meccs volt, és köszönjük a szurkolást. Na jó, el is engedlek, köszönöm, gratulálok még egyszer, és már itt van Hegedűs Tibor. Hege. Egy spontán interjú, hát a bajnok csapat edzőjének gratulálok, illetve a technikai vezetőnek is. És hát van itt egy lurkó is, közben itt látjuk folyamatosan jönnek a gratulációk a csapat tagjainak. Addig egy picit akkor elalkulunk. Hát nem is tudom, mi ez gratulál. Ugye a gyermekhez már gratuláltam, bajnoki címhez még nem. Pontosabban idén nem, hiszen másodjára vagy bajnok ezzel a csapattal. Mit érzel most? Hát fantasztikus, ezt nem lehet leírni. Örülök, hogy a Kecskemét tegnap besegített, és már most ünnepelhettük a bajnoki címünket, hiszen a Vasas legyőzése már ahhoz vezetette bennünket, hogy megnyerjük ezt a bajnokságot. Sikerült valóra váltani az álmunkat, amihez ugye július 23-án kezdtük a felkészülést, nagyon sokat dolgoztak a lányok, nagyon sok munka van bennük. Végére egy picit úgy gondolom, hogy el is fogytunk, de sikerült azt a szintet tartanunk, hogy egy ilyen szintű Vasast is meg tudtunk verni itthon. Itt most teljesen mindegy volt a gólkülönbség, az volt a lényeg, hogy nyerjünk, hiszen már a két pont az hozzásegített bennünket a bajnoki címhez. A további 3 forduló már számunkra tét nélküli, de azért azt a 3 meccset is szeretnénk méltósággal lejátszani, főleg azok a játékosokkal, akik eddig kevesebb játék lehetőséget kaptak, természetesen azok játszanak többet, úgyhogy remélem felszabadultan és jó játékkal fogjuk ezt a 3 hazai, vagy 2 hazai, illetve egy szegedi idegenbeli meccset abszolválni. Annyit azért hogy mondjak így összefoglalásképpen, hiszen még nincs vége a szezonnak, hogy tudjuk, hogy azért nagyon kemény munkál a csapat háta mögött a szezonban, bár ugye még van egy jó pár meccs a szezonból, ez volt a célkitűzés, az, hogy ennyivel a bajnokság vége előtt sikerült ezt a bajnoki címet megszerezni, úgy gondolom, hogy egyértelmű a ti munkátokat dicséri, a vezetőedző Hegedűs Tiborét, illetve hát azért tudjuk, hogy Jutka Péter a háttérben is nagyon sokat, mint hogy még mások is sokat dolgoztak, pontosan a Léportlászló masszőr is. Hát talán kívánni sem lehetett volna jobb befejezést ennek a bajnokságnak, hangsúlyozom, nincs vége. Hazai pályán, Teltház előtt, jó hangulatban, egy Vasas ellen bajnokságot nyerni itt Egerben, azt hiszem, hogy rendkívül jó dolog. Igen, nagyszerű közönségünk volt megint, csak a jókat tudok mondani róluk, hiszen a Kispestelen is egy fantasztikus hangulatú mérkőzésen nyertünk magabiztosan. Úgy gondolom, hogy ők is kellettek a mai sikerhez, hiszen elég sokat hibáztunk, technikai hibák sokasága, védekezési hibák sokasága, rányomta a meccsre a bélyegét. Én úgy gondolom, hogy küzdőszelemből azért mindenki jelesre vizsgázott, és amíg bírtuk, addig mentünk. Tehát még egyszer óriási élmény, és büszke vagyok a csapatomra, hogy velük dolgozhatom, illetve dolgozok még mindig. Tehát gratulálok nekik, és csak itt tovább a jövőben is. Meglátjuk a jövőt, még a jövőről sok mindent nem lehet elmondani, az biztos, hogy mindenkit megtartunk a keretből, és hozzájuk igazolunk erősítésképpen még embereket. Tehát egyértelmű cél az NB1, és... Akkor lesz NB1? Lesz ki lehet jelenteni? Én kimerem jelenteni, hiszen a szponzorunk ezt halmoztatja végig, tehát azt mondta, hogy mindenképp lesz, és remélem, hogy jövőre már az ország legjobb csapatait látjuk itt Egerben viszont. Még egy utolsó mondat, mert látom, hogy a Csepség is már kezdi unni az interjút. Hát úgy gondolom, hogy ilyen évet nem nagyon kívánhattál volna magadnak, vagy hát nem tudom, lehet-e még ezt überelni. Maximum egy újabb gyermekkel, meg egy mondjuk egy NB1-es bajnoki címmel. Igen, ez egy álomszerű történet, ami itt játszódott le előttünk, hiszen ha visszanézzük a dolgokat, itt 8 évre visszamenőleg ugye akkor kezdtem edzősködni ennél a csapatnál.
fantasztikus fejlődésen ment keresztül a főiskola kézi, női kézilabdai csapata. Részletesebb elemzést majd úgy is csinálunk együtt, hiszen ez egy hosszabb beszélgetést igényel. Úgyhogy még egyszer gratulálok a lányoknak, és nagyon büszke vagyok rájuk. Én pedig neked úgy gondolom, nem csak a jó magam nevében, hanem Ege városa nevében is, hiszen óriási tettet. Köszönöm szépen! És akkor még egy interjút, nem tudom, hogy el tudunk-e kapni, ott egy páran vannak. Van még itt két személy, aki szerves része volt. Rudi! Gyere, légy szíves! Gratulálok neked is a bajnoki címhez, hiszen most már nem csak a mérkőzés megnyeréséről van szó, hanem egy bajnoki címről. Hát összejött az, amiről vágytunk gyakorlatilag az egész szezon végén. Barbi, te sem menjél, mert most szólok majd egy interjúra. Gyere, te is. Gyere, akkor Barbi, sőt, így a legegyszerűbb. Gratulálok neked is. Köszönöm. Hogy érzitek magatokat? Mindenkitől ezt kérdeztem. Nagyon jó, nagyon. Én úgy érzem magam, hogy hú, megvan, kész, lement a teher, most már abszolút felszabadultán mehet minden. Mondhatjuk azt, hogy jobb NBA-ben egy bajnoki cím, mint NBA-ben egy bronzérem, hiszen tudjuk, hogy Érdről jöttél, és ott harmadik lett az Érd a bajnokságban, de hát gondolom, hogy ezért egy bajnoki címet sokkal jobban lehet értékelni, nem? Igen, főleg azért is, mert ennek a része vagyok. Annak ott nem voltam a része igazából kispadon, meg. Ez az enyém, ez a magamé, ez az, amiben én is benne voltam. Barbi is része lesz ugye jövőre az NBA-es csapatnak, mint a többiek is. Mit lehet tudni a jövőre, hiszen azzal, hogy most a mai napon megnyertük a bajnokságot, egy fejezet lezárul, az biztos, és hát mindenki akkor most már előre tekint, feljutottunk az NBA-be. Lesz NBA-egy, Hegedűs Tibor azt mondta, hogy lesz. Mit lehet tudni a jövőre? Tudom, hogy most még nagyon nehéz ilyenekről beszélni, de hát a szurkoló kíváncsi, meg hát mi is. Mi megtettünk mindent a pályán. Nem gondoltam, hogy ilyen hamar eljön ez a pillanat, hogy még három forduló van hátra. Mi a nehezét megtettük, innentől már nem a mi kezünkben van úgymond a sorsunk. Szeretnénk NB1-et mindenképpen, hiszen az szenzációs lenne, hogyha Egerben a kézlabda is az élvonalban a legjobbak közé tartozna. Én azt gondolom, hogy rengeteg munka van még addig, hogy kijelenthessük, hogy NB1 lesz. Mi kvalifikáltuk magunkat oda. Szeretnénk ott játszani jövőre, igen. Még egy utolsó kérdés, aztán hagylak titeket. Mindenki azt mondta, hogy kis ünneplés lesz, de nagy nem, mert indultok hajnalban a MEFOB országos döntőre. Mit jelent ez a kis ünneplés? Hát, csak egy kis leülünk, egy kicsit beszélgetünk. Én nem így ismerek titeket, Barbi. Én azt gondolom, hogy ennek majd a holnapi nap, holnap este, hétfő este, hajnal, az lesz az első része az ünneplésnek, utána meg most már folytatjuk végig, mert most már nincs miért. Teher legyen a szívünkön, innen felszabadultan fogunk játszani, szeretnénk megnyerni az utolsó három meccset is, de most még holnap után be kell húznunk egy újabb aranyérmet a MEFOB-nak, hogy a főiskolának a hírnevét is vigyük tovább. Aztán onnantól pedig mehet a népünnepé. Akkor az utolsó ünneplés, vagy a nagy ünneplés az utolsó hazai meccs után lesz, ugye? Igen, az lesz az igazi, a kicsit hivatalos. Kicsit váratlan volt, hogy a Kecskemét tegnap a Nyíradon megverte. Már a hírek szerint csak számunkra. Hát igen, csak számunkra. Ennél rosszabb sose legyen. Mi jövő hétre terveztük a bajnokavatást, ez külön nagy öröm, hogy itt hazai pályán tudtuk behúzni a bajnoki címet. És ilyen közönség előtt. Próbáljuk még a junior meccset is megnyerni. Ilyen közönség előtt, azt azért hangsúlyozunk. Igen, ez nagyon sokat dobott, nagyon sokat segít egy ilyen jó hangulat. Na jó, hát akkor reméljük, hogy még a hátralévő meccseken is ilyen lesz, meg majd jó lesz a mulatás. Köszönöm még egyszer László Barbarának és Rutka Péternek. Jó pihenést! Köszönjük!